Köszöntöm nézőinket! Ismét kosárlabda összefoglalóval jelentkezünk, ezúttal a 15. fordulóból, amelyben a DMTK, a BKG Prima Akadémia csapatát látta vendégül a Városi Sportcsarnokban. A Dunaharasztisasok a bajnokság kezdete óta szárnyalnak, valamennyi mérkőzésüket megnyerték eddig. A vendégek az utolsó előtti helyről próbálnak feljebb kapaszkodni, ám ezen a meccsen sem termett túl sok babér a számukra. Elsőként mindjárt Bihari Máté és Trepák Zoltán ütközetét figyelhettük meg, amelyet előbbi nyert meg a második menetben, így ő mehetett a feldobásért. Leszámítva egy kisebb kisiklást a harmadik negyedben, amelyet 21-11-re a Szigetszent Miklósiak nyertek meg, csapatunk végig kézben tartotta a mérkőzést. A kilátogató nézők sok szép megoldást láthattak. A hazai oldalon a már említett Bihari Máté volt a legeredményesebb 22 ponttal, illetve Csabai Ádám és Kis Károly egyaránt 17-17 pontot jegyeztek a csapatnak. A vendégeknél Szőlősi Mátyás 27 egységet ért el, így ő volt a legeredményesebb a mérkőzésen. Közötti különbséget. A DMTK győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. A kilátogató nézők láthattak jó néhány szépségdíjas átadást, pontszerzést és lendületes akciót. Főként Bihari, Csabai és Bocsárdi voltak elemükben. Csapatunk ezzel a 14. győzelmét könyvelhette el, és továbbra is 100%-os eredménnyel vezeti a bajnokságot.
folytatás február 2-án Szigetszent Miklóson, a KKSDS-e ellen. A 78-62-es végeredmény talán nem tükrözi a két gyárta közötti különbséget. A DMTK győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. A kilátogató nézők láthattak jó néhány szépségdíjas átadást, pontszerzést és lendületes akciót. Főként Bihari, Csabai és Bocsáti volt elemében. Csapatunk ezzel a 14. győzelmét könyvelhette el, és továbbra is 100%-os eredménnyel vezeti a bajnokságot. Folytatás február 2-án Szigetszent Miklóson a KKSDS-e ellen.